Kedves nézőink, Farkas András, nyugdíjgurut üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egy rettenetes kifejezésről fogunk beszélgetni, de azért előtte gyorsan azért nézzünk körül nyugdíjasok ügyében. 13. havi nyugdíj, előtte nyugdíjemelés, most akkor minden szép és jó? Hát amennyire az országban minden szép és jó, annyira a nyugdíjasok helyzete is, azt nagyon érdemes tudni, hogy a semmelyik ország nyugdíjrendszere nem lehet jobb, mint maga az ország, ha gazdasági állapotokat tekintjük. Magyarországon mondjuk GDP szerint mi a 27 Európai Uniós tagállamból a 22-23. Helyen ingadozunk, és nem azt látom, hogy fölfelé menne, hanem stagnál, mondjuk ezt úgy finoman a helyzet. Így, hogy a nyugdíjrendszerünk sem jobb ennél, gyakorlatilag csak egy-két állam van mögöttünk a nyugdíjrangsorban, ezért nem is igazán érdemes hasonlítgatni az Európai Uniós erőtérben azt, hogy a magyar nyugdíjasok hogy állnak. Nézzük meg, hogy a magyar helyzethez képest világos. Hogy állnak. Ahhoz képest a magyar átlag nyugdíj az most már 231 ezer forint, ez egy nagyon szép számnak tűnik, ahhoz, ugye ez egy nettó összeg, tehát ez magasabb, mint a minimálbérnek a nettója. Ebből a szempontból valahol a nyugdíjas társadalom olyan szempontból biztonságban van, hogy a nyugdíj minden hónapban megérkezik, tényleg van 13. havi nyugdíj, ami nagyjából olyan, mint hogyha minden évben 8%-kal több pénzt kapnának, és ehhez jön még hozzá a nyugdíj emelés, ami idén eddig 6% volt, és az infláció eddig kisebb, mint ez a 6%, tehát elvileg most jobban vannak a nyugdíjasok, sőt, hát a tavaly előtthöz képest sokkal jobban vannak, de hogyha azt nézzük, hogyan oszlik meg a nyugdíjas társadalom, akkor mindjárt nem olyan szép a kép, mert ez a bizonyos átlag nyugdíj, amit ugye nagyon sokszor minden sajtóorgánum ezt szereti felhozni, hogy ez már meghaladta a 231 ezer forintot. Sajnálatos módon ez egy fölfelé torzító szám, mert a törpe minoritásban lévő nagyon magas nyugdíjjal rendelkezőknek a nyugdíj összeg az fölfele húzza ezt a számot. Ha megnézzük a tornasor közepét, ugye a medián nyugdíjat, akkor az valahol 208-209 ezer forint között van most is, ami önmagában így kimondva, mint nettó összeg, nem olyan szörnyű, de hát olyan szempontból szörnyű, hogy ennek a 208 ezer forintnak, vagy ennél kevesebb nyugdíjat kap a nyugdíjas társadalom fele, tehát 1 millió ember, és mi már beszélgettünk is arról, hogy köztük van néhány tényleg nagyon-nagyon súlyosan elszegényedő, olyan nem is kicsi létszámú réteg, akiknek nem éri el a nyugdíja, még az úgynevezett szegénységi küszöböt sem, bár ezt hivatalosan nem mérik Magyarországon, de attól függetlenül mindenki, nagyjából a kutatók is egyetértenek abban, hogy ez valahol 120 ezer forintos havi jövedelemnél van. Az, hogy akinek annál kisebb a pénze, az mély szegénységben él Magyarországon, és 250 millió ember, 256 ezer nyugdíjas ennél kisebb összeget kap, és még ehhez járul hozzá az a további, a 400 ezer főnyi egyéb ellátottak közül egy sor olyan ember van, aki ennél is jóval kisebb összeget kap, csak gondoljunk a rokkantsági ellátás átlagos összegére, vagy a fogyatékossági támogatásra, vagy a különféle olyan ellátásokra, amikre ugyan nyugdíjszerű ellátásként lehet tekinteni, de az összegük jellemzően jóval alacsonyabb. És ugye néztem ugye a kormány által beterjesztett tervezetet, hogy akkor milyen növekedés, milyen célokat próbálnak elérni az év végén. Ez azt jelenti, hogyha az valósul meg, amit a kormány tervez, az sem elegendő ahhoz, hogy nyugdíjprémium legyen? Arra biztosan nem. Csak ezt tisztázunk. Tehát annyit kell tudni a kedves nézőknek is, hogy 3,5%-os gazdasági növekedés alatt nincs nyugdíjprémium, már pedig éppen 1,5% körül, vagy 2, vagy 2,5, tehát ugrálnak ezek a számok, de már a kormányzat kincstári optimizmusa is bőve 3,5% alatti növekedés prognosztizál idénre, majd jövőre lehet, hogy jobb lesz a helyzet, mindig jövőre jobb a helyzet, azt tudjuk, de idén
szintén egyelőre reménytelen a nyugdíjprémium, de ha már felvetette ezt a témát, én a nyugdíjprémiumot már nagyon régen szeretném átalakítatni egy olyan szolidaritási alappá, vagy egy szolidaritási korrekciós alappá, amellyel éppen nem a 2,4 millió egyébként erre jogosult ember támogatjuk, mert ennyi ember között elporlasztva nagyon minimális ez a pénz, hanem ezt azt szeretném elérni, hogy a legszegényebb negyedmillió embernek adnánk oda az erre egyébként félretett pénzt, tehát nem nyugdíjprémium címén, hanem egy szolidaritási emelési korrekció címén futna ez a sor a költségvetésben, mert annyi a magyarázata ennek a javaslatomnak, hogy maga a nyugdíjprémium akkor került be a nyugdíjtörvénybe, amikor az előző évben, 2009-ben annak idején megszüntették a 13. havi nyugdíjat. És akkor látták, hogy ennek nagyon-nagyon keserű szájízet okozó hatása van, és gyorsan meg akarták édesíteni azzal, hogy jó, akkor lesz nyugdíjprémium. Úgy volt megfogalmazva akkor a nyugdíjprémium feltételrendszere, hogy biztosak voltak benne, hogy nem kell nagyon hosszú ideig nyugdíjprémiumot fizetni, és ez tényleg így lett, mert 3,5%-ot nagyon sokára érte csak el a gazdaság növekedése. Na de közben 2021-ben részlegesen, 2022-től meg teljes összegben visszajött a 13. havi nyugdíj. Most ez megint egy messze menő vitát indukálhat, hogy ez hogyan lehet finanszírozni, mi mennyibe kerül. De lényeg az, hogy visszajött a 13. havi nyugdíj, tehát a 13. havi nyugdíj megszüntetése utáni jogintézményt simán ki lehetne venni a nyugdíjtörvényből, hiszen már nincs, okafogyottá vált, mert az volt az oka, hogy megszűnt a 13. havi nyugdíj. Na de most visszajött a 13. havi nyugdíj, akkor ilyen szempontból már semmi szükség a nyugdíjprémiumra. Ráadásul a nyugdíjprémium egy egyszerű juttatás, egyetlen egyszer volt számottevő szerepe a 2021-ben, ugye a választások előtti évben, akkor novemberben a totálisan maximális lehetséges mértéket minden jogosultnak kifizették. Ez elég nagy rést is ütött a költségvetésben. De azóta még a legjobb esetben is ilyen 10-20 ezer forintokról beszélünk, hiszen a nyugdíjprémium az nem egy végtelen összeg, annak nagyon komoly törvényi képlete van. Emiatt aztán, hogy idén nem lesz nyugdíjprémium, azért senki nem fog zokogni, mert hogy most 5000, 10000, 15000 forint egyszer az évben pluszban megjelenik-e, az nagyon kevés embernek jelent, még a nyugdíjas társadalmon belül is egy föllélegzésre okot adó plusz juttatás. Viszont annak a néhány százezer embernek, akik tényleg nagyon mély szegény, akkor jóval többet lehetne adni, és nekik ez valóban életmentő lehetne. Akkor nézzük ezt a rettenetes kifejezést. Valorizációs szorszó. Azért mondom, mert lehet ilyet olvasni is, én szerintem derék nyugdíjasok, hát merem állítani, 90%-ának halóványra dúszás. Hát aki már nyugdíjas, őt nem is kell, hogy érdekelje ez a cucc. A legtöbb, az én ügyfeleim azt mondják, hogy valorizáció, mint hogyha valami énekléssel kapcsolatban. A valorizáció semmi más, mint értékkövetés jelent, tehát egy értékkövetési szorzó, itt talán érthetőbb. Nagyon fontos szerepe van a nyugdíj megállapításakor. Tehát aki most áll nyugdíjba menetel előtt, neki nagyon jó, hogyha tisztában van azzal, hogy mit jelent az, hogy valorizáció. Ez az értékkövetés azt biztosítja, hogy az életünk során szerzett kereseteink, azok ne az azóta leamortizálódott inflációval elégetett értékben kerüljenek be a számításba, hanem azokat fölemeljük, ugye mint aki volt 1990-ben valakinek 50 ezer forint keresete, az ma már semmit nem ér, mint egy havi kereset, 50 ezer, 30 ezer forint keresete, ezért ezt föl kell szorozni, és a szorzásnak a nagyságát, a tényező nagyságát azt határozza meg, hogy a nyugdíjba vonulás évét megelőző évben mennyi volt a nemzetgazdaság országos átlagkeresete, a nettó átlagkereset. Mert annak a szintjéhez kell, úgy mondja a törvény, hogy igazítani, tehát föl kell húzni, föl kell szorozni a korábban szerzett kereseteket. Ez még annyit kell tudni, hogy a nyugdíjakat azt az 1988. január 1 után szerzett kereseteinkből kell kiszámolni, hogy mindjárt látható, hogy már idén is ez 36 évre visszamenőleg kell az összes keresetet kibogarászni. Az összes keresetet, ugye ezek bruttó számok, azokat nettósítani kell, már ez önmagában is egy nagyon bonyolult folyamat, mert az akkori adott évben érvényes jogszabályok szerint kell visszafejteni, mint egy reverse engineering, ugye egy visszamenőleg, és akkor meg kell fosztani a járuléktartalomtól, adótartalomtól, és így tovább, így minden egyes évre, 88-ra, 89-re, 90-re, és így tovább 34 elmúlt évre, 36, bocsánat, már 2024, 36 elmúlt évre, minden
évre kijön majd egy ilyen nettósított összeg, tehát ami önmagában egy nagyon bonyolult számítás eredménye, és ezt a nettó összeget kell majd megszorozni az adott évre vonatkozó értékkövetési, avagy valorizáció szorzóval, amely igazodik a nyugdíjbevonulás évét megelőző év országos nettó átlagkereseti szintjéhez, egész konkrétan annak a nominális növekedési üteméhez. Ez nem olyan, tehát nagyon bonyolult, de jó a nyugdíjas, a friss nyugdíjasoknak, mert így gyakorlatilag a nyugdíj megállapításakor az első évben az induló összege a nyugdíjnak az alkalmazkodik a keresetekhez. Ugye az egyik legnagyobb baj a nyugdíjrendszerben, hogy amikor már megállapították a nyugdíjat, amely mondom ennek a valorizációnak vagy értékkövetésnek a révén alkalmazkodik az előző évi nemzetgazdasági átlagkeresethez, utána már a megállapított nyugdíjat kizárólag az inflációval növeli, és minden olyan évben, amikor gyorsabban nő a országos átlagkereset nominális növekedése, tehát nem a reálkeresetekről beszélek, hanem amit kimutatnak számszakilag nominálisan nő, ez tavaly például 14,2% volt, ezért az idei valorizáció szorzótáblázat minden egyes szorzó tényezője 14,2%-kal magasabb, mint a tavalyi, és a tavalyi is már emelkedett 17,5%-kal. Tehát ezek egy gyorsan növekvő számokról van szó, de az a baj, hogy amikor megállapították a nyugdíjat, a következő évben azzal szembesül a nyugdíjas, hogy már csak az inflációval fog nőni az ő keresete. Egy kis enyhet adó fuvallat a 13. havi nyugdíj, hiszen az rendszeresen minden hónapban érkezik, amíg lesz rá pénz a költségvetésben. Minden évben. Minden évben. Igen, igen. Minden hónapot mondtad? Igen, igen. Ez a vágy. Azért tettem hozzá. Az nagyon jó lenne. Kétszer, 12. Hát még a nagyon gazdag államokban is legfeljebb 14-szer fizetnek nyugdíjat. Azt még szeretném megtudni, hogy ez tök jó az, hogy megállapítják a nyugdíjat, meg ezt a valorizációs szorzót alkalmazzák, de hogy egyébként ma már annyira jó a rendszer, hogy nem az embernek kell mindennek utána mennie, hogy én itt dolgoztam két napot amúgy, vagy azért még hát nem a legtökéletesebb. 2010 óta általában rendben vannak a dolgok, mert azóta digitalizáltak mindent. De 2010 előtt, ugye hát végül is az csak 1988 és 2010 között nem telt el olyan sok idő, de az arra a két évtizedre azért még minden papír alapon volt, ami vagy eltűnt, vagy elégett, vagy elvesztették, vagy nincs nyoma, vagy felszámolták, vagy eltűnt a történelem süllyesztőjében az adott cég vagy vállalkozás, ahol dolgozott valaki. Úgyhogy ennek a résznek általában nagyon komolyan utána kell menni. Amire van adat, azt megfelelően is gyorsan kimutatja nekünk. Világos. A kormányhivatal. Amire nincs, azért meg küzdeni kell, hát nekünk kell bizonyítani. Tehát ilyenkor a családi archívumba be kell menni. Ha valaki még, ugye az én korosztályom még volt sorkatona, azt külön kell igazolni, mert az nyilván nem a nyugdíjbiztosítási nyilvántartást tartalmazza, hanem a HM nyilvántartás. De ezt is gyorsan meg lehet szerezni, ezeket az adatokat, és ami mindenkit érint, a hölgyeket is, férfiakat is, hogy a felsőfokú tanulmányokat az mindenképpen nekünk kell bizonyítani, és nem elég hozzá csak a diploma bemutatása, hanem a leckekönyv is kell, hogy bizonyítsuk, hogy nem a ecserin vettük a diplomát, hanem tényleg jártunk. Értettem. Hát kedves nézők, valorizációs szorzó, ne felejtsék el, és nagyon fontos kifejezés, most legalább megtanultuk. Köszönöm szépen, hogy tudtuk beszélgetni.